Hargita megye önkormányzata 2018 óta testvér megyéje Tolna megyének, azóta szorosan tartják a kapcsolatot egymással. Ennek keretében évről évre sor kerül különböző szakmai jellegű találkozókra. Idén Bonyhádváros is vendégül látta az erdélyi delegációt a megújult Perccel kúriában. Itt a mai konferencián is elhangzott az, hogy mind a két megyének nagyon fontos a helyi, úgymond termékeinek a promoválása, és itt mind a két megye úgy Tolna, mint Hargita megye bemutatta azt, hogy tulajdonképpen ennek kapcsán milyen lépéseket tettek és fogunk tenni annak érdekében, hogy egymás úgymond helyi termékeit, értékeit megismerhessük. De én úgy gondolom, hogy a legeslegnagyobb érték most per pillanat az, hogy itt lehetünk éppen egészségesen, és úgymond együtt közösen megélhetjük magyarságunkat. A házigazda Filóné Ferenc Ibolya nagy örömére szolgál, hogy a nemrég korszerűsített Perccel kúriában fogadhatja a vendégeket. Többek között azért, mert Süli János, a paksi atomerőmű bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, országgyűlési képviselő nem tudott részt venni a kúria megnyitóján. Az épület felújítása azonban az ő közbenjárásából valósulhatott meg. A polgármester szerette volna megmutatni, hogy milyen fejlesztések is mentek végbe a támogatásból. Azért örülök annak, hogy most ugye nem testvér település, hanem megyék közötti kapcsolatról van szó. A Székelyföldről, a Hargita megyéből érkezett Tolna megyébe ez a delegáció, és nekünk Székelyföldön két testvér településünk is van, ugye Borszék, illetve Madéfalva Székelyföld szívében. Természetesen az értelme az, hogy minél több élő kapcsolattal tudjuk megtölteni azokat a papírokat, amik aláírattak és hivatalossá tettek egy-egy ilyen szerződés kötéskor, mert az az igazi értelme, hogy találkozzunk egymással, hogy tapasztalatot cseréljünk, hogy egymás életéről tudjunk, megismerjük, hogy ki milyen örömekkel tud gazdagodni, milyen küzdelme van, milyen problémákkal küzd, amiben esetleg tudunk egymásnak segíteni, de hát könnyű velük, hiszen közös a nyelvünk, közös a kultúránk, közösek a hagyományaink, a múltunk, úgyhogy szerintem a jövőnk is közös kell, hogy legyen, az meg elengedhetetlen a személyes kapcsolatok nélkül. Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnökének elmondása szerint a konferencia során sokat tanulhattak, inspirálódhattak a Védjegy kialakításáról a testvér megyétől. Szeretnék gasztronómiailag is érzékeltetni az összetartozást. Ez a cél, a Védjegynek az a lényeg, hogy eddig Tolna íze a Védjegynek a megnevezése, és olyan Tolna megyei termékeket szeretnénk Védjeggyel ellátni, ami kifejezi Tolna megyének valóban az ízét. Itt mindenképpen minőségre törekszünk, és a helyi termelőket szeretnénk, főleg a kisebb termelőket ezáltal segíteni. A nemzeti újrakezdési programban újra elérhető a testvérmegyei, illetve a testvértelepülési pályázat, mondja Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője. Ez az egyik legsikeresebb és legnépszerűbb pályázatunk a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságán. 500 ezertől 2 millió forintig lehet erre forrást elnyerni. Annak érdekében, hogy tudjuk segíteni ezt a kapcsolatrendszert, ami az elmúlt években, vagy akár régebb köttetett, jött létre, illetve azok a települések, akik esetlegesen még nem vettek fel hasonló kapcsolatot egy erdélyi, vagy más határon túli régióban más településsel, ebből a pályázatból is ezt meg tudjuk tenni. Egy konkrét ilyet is tudok, Bonyhádvarasda a pályázatnak megfelelően, mint a pályázat segítségével fog kialakítani a Csík-Kozmás önkormányzathoz tartozó Lázárfalvával egy ilyen kapcsolatot. Süli János szerint a testvérmegyei kulturális kapcsolatokon túl a gazdaság felé is nagyobb figyelmet kell fordítani. Mi nem rejtettük vék alá soha, hogy mi is a erdélyi munkavállalói szakszervezeti vonallal, a magyar szervezetekkel kerestük már évek óta a kapcsolatot, kapcsolatban is vagyunk, hogy a Németországban, illetve távolabb járó munkavállalók se messzire menjenek dolgozni, álljanak meg nálunk. Itt is lehet aránylag jó jövedelmet majd elérni az előbb építkezésen, és innen a családdal is könnyebb tartani a kapcsolatot. Ráadásul még mindig az olcsóbb az élet Magyarországon, mint Németországban, és akkor ezzel kialakulna egy ilyen az a kapcsolat, amit mindig is szerettünk volna, hogy munkakapcsolatok is, tehát az ottani vállalkozók, néztünk mi már meg ott hegesztőiskolát is, Gyergyószentmiklóson, több helyen, úgyhogy majd
elválik, hogy hogy tudjuk apró pénzre várni, de váltani, de hogy az uniós támogat olyan programokat, ami több ország, tehát határon átnyúló, ebből is érdekünk van. Ugye mi azért a határtól egy picit messze van, Tolna megye, de azért nem olyan távolság, hogy ne lehessen áthidolni.